Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Gyakorlatilag egy nagyon egyszerű videó lesz, nem egyszerű és nem haszontalan, de én azt mondom, hogy aki már használt terminált és megoldott vele problémákat, annak ez fölösleges. Ez a videó azoknak készült, akik az életükbe a terminált meg nem nyitották, és soha nem használtak, belefutottak abba a problémába, hogy mondjuk a grafikus felület nem indult, és hát rákérdeztek Discordon, fórumon, akárhol, hogy mi a megoldás, aztán kaptak egy csomó megoldást, de nem tudták használni azért, mert a terminálhoz nem értenek. Ezt kerüljük ki, nézd meg ezt a videót, hogyha még életedben nem használtál terminált, és utána gyakorold be ezeket a gondolatokat. Azaz, elindulunk azzal a kérdéssel, hogy oké, van egy csomó terminálos parancs. Oké, kapunk egy, hát akármilyen parancsort, vagy parancsot, vagy akármit, és azt szeretnénk hát egy kicsit megismerni. Azaz a terminálos munkának nagyon-nagyon nagy előnye, hogy akár az interneten az összes parancshoz, kilométer hosszú, angol, német, orosz, akármilyen, sőt, most már egyre több magyar leírást is találsz, alapparancsokhoz, amiket most mi használunk, ahhoz rengeteg magyar leírás van, tehát ott is megtalálod. De nyilvánvalóan, hogyha nem indul a grafikus felületed, és hát bizony a másik gépen, vagy esetleg a telefonon, a Discord csatornán kér segítséget, akkor nem fogsz te googlizni, hogy mit jelent ez a parancs, vagy egyéb, hanem használod a beépített parancs magyarázatokat, azaz a helpeket, manuálokat, egyebeket. Itt is van többféle megoldás, én a legegyszerűbbet fogom bemutatni, azaz van egy akármilyen parancsunk, hogy mkdir, ezzel csinálunk például könyvtárakat. Oké, de nem tudjuk a kapcsolóit, nem értünk hozzá, akkor beütjük, hogy kötőjel H, és akkor enter. Azaz az alap megoldás, ami a legtöbb parancs mögött kötőjel H, kérünk egy helpet, nem működik, de ő olyan okos, a legtöbb program nagyon okosan meg van csinálva, segítség szempontjából, persze működés szempontjából is. Az nem érdekel bennünket, hogy éppen mit csinál, hanem a helpet, segítséget keresünk. Azaz azt mondja, hogy hát bizony önála a kötőjel H betű, ami általánosságban a help lekérése nem fog működni, de odaírja, hogy hát légy szíves már beírni, hogy mkdir, kötőjel, help. Tehát helpet kérünk, ő a hosszabb verziót szereti, és kírja egy csomó dolgot. Totál mindegy, hogy mit ír ki, kapsz egy segítséget. Jellemzően, hogyha magyar a beállításod, sok help le van fordítva magyarra, de előfordulhat, hogy angol. Konyha nyelvű angol, azaz, hogyha tudsz olyan satszper kb. 1000 szót angolul, legyen nagyon bőven, legyen 500 szó, jó? Akkor már megérted a lényeget, hogy mi az össz csinál az a parancs, és a hozzátartozó kapcsolók, amiket mögéje írsz, azok mi az össz csinálnak, és kapsz egy segítséget. A másik megoldás, beírod, hogy man, és megnézed, hogy hát a parancs az mkdir, ami éppen példa, az milyen manuál, tehát nem férfi embert jelent a man, hanem manuál, és akkor kapsz egy lényegesen hosszabb leírást, amivel a föllelapozgatással, meg a nyilacskákkal tudsz lépkedni. Hát bizony van, amelyik ilyen hosszú, van, amelyik kilométer hosszú, és utána a Q betűvel tudsz kilépni. Q, mint kvit, kilépek, legyilkolom azt a kírást, és akkor el tudod olvasni, hogy mi az össz csinál az a parancs. Azaz már kétfajta megoldást tudunk a parancsok megtanulásához, megismeréséhez, a hülyeségek elkerülésére, mert vannak emberek, akik szivatják a kezdőket, és hülyeségeket írnak be, azért mindig kérdez le az, hogy a parancs mit csinál, tehát az MKD-r leírja, hogy ő mit csinál, és az, hogy ez a kapcsoló mi assist fog neked véghez vinni a gépeden, azaz nem tudod elronítani a dolgokat, ha utána tudsz nézni, hogy ez a parancs éppen megfelelő-e számodra, illetve természetesen a másik megoldás az, hogy előre tanulsz, és egy-egy alapparancsot körbejársz, kipróbálsz, és egyéb. Azaz help nélkül nem maradunk
még akkor se, hogyha nincs internetünk, és egy cédulára leírt akármi parancsot fogunk majd beírogatni esetlegesen, mert felkészültünk rá, hogy ezt a műveletet el kell végezni, úgyhogy parancsorunk van még csak, vagy csak terminált tudunk megnyitni, azaz nem maradsz segítség nélkül. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog. Azt, hogy a terminálod hogyan néz ki, hogy te egy natív terminált nyitsz, vagy egyáltalán még grafikus felület el sem indult, vagy akármilyen terminál nyitsz, vagy Bash shell van neked fönt, vagy ZSH shell-ed van fönt, vagy éppen a SH shell-ed van fönt, totál mindegy, ezek a parancsok működnek, azért kell ezeket megtanulni, hát most a helpről beszéltem, de hát az nem egy nagy parancs dolog, na lényeg az, azért kell megtanulni, hogy akármi van, akármi összeomlik, akármilyen problémád van, azt meg tud oldani terminálba. A másik felhasználási gondolat természetesen az, hogy a terminálban sokkal gyorsabban tudunk mi dolgozni, jó esetben, természetesen. Oké, a cikket folytatva, hiszen ehhez van egy cikk, egy leírás, hogy a parancsokat hogyan kell beírogatni, az alapparancsok, a segítség lekérése, meg egyéb ilyen dolgokhoz bizony van egy cikk, és azt belinkelem a videó alatt, és akkor azt is el tudod olvasni. A legegyszerűbb feladat, ami sok embernek problémát szokott okozni, amikor életébe először lép be egy terminálba, és a leírásban az van, hogy az ő alkönyvtárai közül az XYZ-be fogja megtalálni azt az eszközt, azt a szövegfájt, amit szerkeszteni kell, vagy amit ki kell törölni, vagy oda be kell írni, akkor hogyan jut el? Természetesen grafikus felülete mindenki mindenhova el tud jutni, hiszen ki a kattogtatva, beírogatva ezt, azt, amazt meg tudja tenni, nem okoz gondot grafikus felületen. De gyakorlatilag mi a probléma? Hogyha nem indul a grafikus felület, hogyan jutok el én például egy alkönyvtárba, ami legyen például dokumentumok, mentés, doksik, számlák. Ez a példa egyébként a cikkbe, azaz ezt fogjuk végigvenni. Nézzük is meg, gyakorlatilag beléptettem magamat, tehát saját nevemen bejelentkeztem a terminálba, megnyitottam egy terminált, és akkor itt látható egy hullámvonal, hogy nekem nem így néz ki. Más színek vannak, azon ne törődj. A lényeg az, hogy a terminál kírja, a legtöbb esetben úgy van beírva, hogy hun vagy, melyik az a könyvtár, amiben jelen pillanatban állsz. Ez a kis hullámvonal, a home, a te saját könyvtárad. A következő kérdés az, hogy jó, oké, kiírja, és ha nem, és az alkönyvtárokat fejből én nem fogom tudni, mert nem is foglalkoztam azzal, hogy hát bizony milyen alkönyvtárak vannak, hát bizony a filmjeimet meg tudom nézni, mert a videók között vannak, a doksikat meg tudom nézni, mert azok ott vannak a dokumentum könyvtáramban, és akkor hogyan tovább? Hogyan kérdezed le azt, hogy milyen könyvtár szerkezeted van, illetve azt, hogy milyen fájt szerkezeted van? Itt is eltérhet a kinézet, de gyakorlatilag beírod, hogy elles. Én úgy jegyeztem meg, hogy les meg. Parancs elles, csak így beírod. Előfordulhat, hogy a kinézet a felsorolás bővebb, kevésbé bő, más színekkel lesz, teljesen mindegy. Valami felsorolást kap az ember, ami megírja neked az, hogy milyen alkönyvtárok vagy könyvtárok vannak. Az én beállításom, hát nem azt mondom, hogy speciális, de saját testre szabott ZSH-n van, ahogy én szeretem. Ez egyértelmű, itt szépen kékkel kírja nekem az, hogy bizony van egy csomag könyvtáram, ami kék. Jelen pillanatban kék, de nyilvánvalóan, hogyha valami mögött az van, hogy test.txt, akkor természetesen az egy szövegfájl. Ez azt hiszem egyértelmű, azaz megkeresed azt a könyvtárat, amiben bele szeretnél lépni, és azt mondod, hogy CD, és utána elkezded nagy és kisbetűk pontos beállításával gépelni a könyvtár nevet, mivel mi a dokumentum könyvtárba akarunk bemenni, akkor beírjuk, hogy dokumentumok. Pontosan beírja az ember a nevét, és leenterezi. Dokumentumok, elírtam, látható? Oké, elírtam, nem véletlen volt, mert szeretném megmutatni, hogy a visszafele nyilacskával, bocsánat,
Pontosítom, a felfele nyilacskával az előző parancsot elértem, és a jobbra-balra nyilacskával navigálhatok az előző parancsba, ami dokume és entumok, és már be is léptél. Nem ír ki neked semmi extrémet, de láthatóan itt a kis hullámvonal per, rendes per, dokumentum könyvtárba kerültünk, akkor mivel hogy mi nem tudjuk, hogy itt milyen alkönyvtárak vannak, én tudom, mert én állítottam össze, de ti nem tudjátok, és szeretnétek a mentés alkönyvtárba belépni, akkor mi a teendő? Megint megnyomod az L-est, les meg, és akkor leenterezed, sok minden van benne, de nekünk mi a lényeg, hogy van olyan, hogy mentés. Nem kisbetűvel, és nem ékezetessel. Ezért érdemes mindig lekérdezni a könyvtár szerkezetet, vagy a fájl szerkezetet, én inkább így pontosítok, és akkor mit csinálsz? Megint fölfele nyomsz kettőt, hogy a CD-t ne kelljen megint beírni, és akkor beírod, hogy nagybetű mentes, ente. Már be is léptünk a mentes könyvtárba, hát ami után egy kicsit gyorsítani szeretnénk, az előbbi módszer nagyon jó, csak nagyon lassú. Azaz, belépsz egy alkönyvtárba, lekérdezed a könyvtárszerkezetet, belépsz a következő könyvtárba, az nagyon jó olyan helyzetben, amikor nem ismered a könyvtárszerkezetet, és mindig megnézed, hogy mi a következő könyvtárnak a neve, és begépeled, és megint lekérdezed a könyvtárszerkezetet, de ez egy idő után unalmas lesz. Ha te azt tudod, hogy melyik könyvtárba szeretnél belépni, tehát melyik alkönyvtár alkönyvtárának az alkönyvtárába szeretnél belépni, jelen pillanatban a dokumentumok, mentés, doksik, számlák könyvtárba óhajtok belépni, akkor nem feltétlenül muszáj neked azt egyesével megtenni, ugye ahogy az előbb tettük 2-3 lépés, 4-5-6, attól függ milyen mély a könyvtárszerkezet, azt meg tudod tenni egyesével is, de azt is meg tudod tenni, hogy begépeled, hogy CD és az elérési útja az alkönyvtáraknak, attól a ponttól, ahol te éppen állsz. Én a gépelést hanyagoltam, tehát nehogy elüssek megint valamit, aztán javítani kell, már előkészítettem a dolgot. Nézzük meg, saját könyvtárba vagyunk, onnan indulunk ki, a dokumentum, mentés, doksik, számlák alkönyvtárába szeretnénk egyugrással eljutni, leenterezem, és be is léptem, hát egy L-est nyomok, hogy lássátok, hogy vannak benne bizonyos dokumentumok, teljesen mindegy dokumentum hegyek vannak benne, lényeg, hogy egy sorozatban is megadhatod azt az elérési útvonalat, ahova te szeretnéd, alkönyvtárakban. Alkönyvtárakból alkönyvtárakba be tudsz léptetni egymás után. Ezt természetesen arról beszéltünk idáig, hogy vagy egy könyvtárba és annak az alkönyvtárába szeretné belépni, de ebből az alkönyvtárból ki is kell lépni, igaz? Logikus dolog, hogy szeretnél egy alkönyvtárból kimenni, akkor a fölötted lévő, tehát most a doksik könyvtárba fogunk belelépni, CD, space, üres hely, két pötty. Enter. Ki is írta, hogy a doksik alkönyvtárba jutottunk-e? Fölléptünk egy alkönyvtárat, megint följebb lépünk a mentésre, megint följebb lépünk a dokumentumba, és följebb léptünk. Most beléptünk a home könyvtárba, ahol a Laci és egyéb felhasználóknak a saját könyvtára van, és természetesen el tudunk jutni úgy, hogy még egyet lépünk fölfele. CD, üres hely, két pont. A gyökér könyvtárba. A gyökér könyvtárba egy LS-sel lekérdezzük, ott vannak a rendszer fájlok, ott vannak a rendszer könyvtárak, ami számodra nem mindegyik jó, tehát nem mindegyikbe fogsz tudni automatikusan belépni, de gyakorlatilag ez a gyökere. Ebből ágaznak szét a könyvtárszerkezetek, látható ott van a home. Ha te olyat szeretnél, hogy bent állsz egy könyvtárba, egy akármilyen könyvtárba, legyen a példa, a dokumentum, mentés, doksik, számlák könyvtárban állsz, és utána hát el szeretnél jutni mondjuk az ETC akármilyen könyvtárba, arra is van lehetőség, meg kell adni a főkönyvtár, a root
főkönyvtár, a gyökér főkönyvtártól az elérési utat. Játszunk egy olyat, hogy én most belépek CD, ETC könyvtárba, látható, bent vagyunk. Ebből hogyan jutunk el a saját könyvtáramba, a Home per Laci dokumentum mentés doksik számlák alkönyvtárba? Itt hiába írod be, hogy CD, az ETC-t lekérdezem, hogy mi van bent, hiába írod be, hogy CD akármi, az nem juttat el téged a főkönyvtáron keresztül, a Home könyvtáron keresztül, a Laci könyvtáron keresztül, a dokumentum könyvtáron keresztül a számlák könyvtárba, hanem ha te tudod a teljes elérési utat, a teljes elérési út mindig így kezdődik, és én megint csalni fogok, megmondom őszintén, mert előkészítettem a kiírást, tehát gyakorlatilag az egészet nem akarom begépelni. Ha el akarsz jutni akármelyik könyvtárból, egy akármelyik másik könyvtárba, ami nem al- vagy főkönyvtára, akkor nem kell egyesével visszalépkedned a főkönyvtárba, és onnan elkezdeni belépni a Home könyvtárba, Laci könyvtárba, dokumentum könyvtárba, mentés könyvtárba, hanem megadhatod a gyökér könyvtártól kezdve a teljes, full extrás elérési utat. Azaz ennek a könyvtárnak, ami a Laci alkönyvtárban van, dokumentum, mentés, doksik, számlák, ez a teljes elérési útvonala a főkönyvtár, lép be a Home könyvtárba, a Laci könyvtárba, és a többi, és a többi, és leenterezed, és rögtön odaugrasz. Oké? Ennyire egyszerű. Ha te tudod valaminek a teljes elérési útvonalát, akkor természetesen nem kell el-visszalépkedni a könyvtárfán, hogy a főkönyvtárba belépsz, és akkor be kell lépni az ETC-be, az ETC-be, akármi másba. Tehát ilyen gondod nincs. Ha tudod a fő gyökérkönyvtárból az elérési utat, akkor csak egyszerűen beírod. Ez az egyik legkényelmesebb megoldás, mert nem tudsz eltévedni, ha megadják azt, ETC per akármilyen könyvtárban vannak azok a fájlok, amelyekre szükséged van, akkor nem kell lépkedni, hanem egyszerűen beírod, hogy per ETC, tehát a gyökér a root könyvtártól kezdve per akármi, per akármi, per akármi, per akármi, és oda rögtön be is fog téged transportálni. Azaz nagyon egyszerű az ilyen mocorgás. Ahogy az előbb láttátok, van az a kettős pont, tehát két pont, inkább így mondom, CD, üres hely, két pont, a fölöttem lévő könyvtárba, a szülőkönyvtárba fog dobni egyel feljebb, azt már ismerjük, van pár olyan parancs, amit érdemes használni, megjegyezni, tehát a CD-nek van egy olyan kapcsolója, hogy per jel, tehát gyakorlatilag van egy per jele, ami annyit tesz, hogy CD, üres hely, per jel. Nekem az automata kiegészítés mindig ilyenkor bekavar, tehát ilyenkor kellemetlen. Az pedig a főkönyvtárba fog dobni, tehát a root a főkönyvtárba fog dobni. A CD és Alt-Grün lenyomásával és az egyes lenyomásával, tehát a kis hullámvonal elővarázsolásával. Hova fogunk ugorni? A Home könyvtárba látható, hogy a Home könyvtárba vagyunk, azért lekérdezem LS-sel, az, hogy bizony, hát benne vagyunk-e abba a könyvtárba. Látható, saját szemetekkel látjátok, hogy visszaugortad én Home könyvtáramba. Az, hogy te pontosan hol vagy, ha nincs ide kiírva, és hát bizony nem tudod, hogy hol vagy, akkor a PVD, PWD, egyébként a világ legegyszerűbb parancsa, kírja neked, hogy a pontos elérési útvonalat, ahol vagy, a fő, azaz a root könyvtártól, a gyökér könyvtártól kírja, hogy most éppen a per home, a felhasználók által használható, ott tároljuk a felhasználókat, Laci felhasználók könyvtárába vagyunk. Hogyha felmegyünk, az előző parancsot megkeressük, azaz beléptetjük a számlákra, hogy lássátok, hogy jó hosszú. Oké, ha nincs ide kiírva, beírod, hogy PVD, nem nagy ügy, kírja elérési útvonalat, azaz kírja neked, hogy a saját könyvtárodba vagy, dokumentum, mentés, doksik, számlák.
azaz nagyon kényelmesen tudunk lépkedni, tudunk ugrálni, le tudjuk kérdezni természetesen, hogy milyen alkönyvtárak vannak, és le tudjuk kérdezni azt, hogy éppen hol ücsörgünk, milyen helyzetben vagyunk. Nyilvánvalóan ezeket, ha megkapod azt, hogy XYZ alkönyvtárba kellenél te éppen beírni valamit, akkor kell tudnod, hogy hol vagy, és kell tudnod, hogy hova kell eljutni. Ezt a navigálást érdemes minden kezdőnek egyszer megtenni. Föllelépkedsz, megnézed az alkönyvtárakat, aztán ennyi. Tehát begyakorlod az, hogy normálisan be kell írni, az, hogy hogyan tudsz ugrani a rút a főkönyvtárba, a saját könyvtárba, hogyan tudsz ugrani, és utána már valahonnan, hát lekérdezed, hogy hol ücsörögsz, és el tudsz jutni oda, ahova kell. Azaz ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Ha lekérdezel egy könyvtárat az LS-sel, ez az én főkönyvtáram, lekérdezed az LS-sel, azt látod, hogy vannak könyvtárak, fájlok, oké. Okay. De nekem az a leírásban az van, hogy pont config könyvtárba kéne beírni valamit, és hát nincs az én kiírásomban olyan, hogy pont config van, csak te nem látod. Mivel a rejtett könyvtárak, ami előtt pont van, vagy rejtett fájlok, ami előtt pont van, az bizony nem látszik a normál LS lekérdezésnél. Természetesen lehet, hogy a te disztribútorod úgy állította be, hogy látszódjon aliasszal, de én azt mondom, hogy alapparancsba az LS az nem fogja kérni neked a rejtett könyvtárakat. A rejtett könyvtár ponttal kezdődik, abban valamilyen konfigurációs fontos dolog van, azért dugják el a normál parancs elől, de hát nyilván, hogyha te szeretnéd megnézni, akkor bejutott, hogy LS, és kötőjel a betű, és akkor már is egy bővebb leírást fogsz kapni, és lehet látni, hogy előkerültek a ponttal kezdődő könyvtárak is, például az X-Monádnak a rejtett könyvtára, ugyanúgy tudsz belépni a CD parancsal, csak a pöttyöt elé kell írni, tehát ez nem egy olyan rejtett könyvtár, ami hát valami extrém, csak a normál felhasználók nyilvánvalóan például a lokál könyvtárat, a GNOME, a font könyvtárat, ami pöttyel kezdődik, vagy egyéb beállító fájlokat tartalmazó dolgokat nem naponta, napi szinten nézegetik, ezért eldugták előlünk, de mi tudjuk, hogyha mielőtt pont van, az egy rejtett könyvtár, és hát természetesen a grafikus fájlkezelőbe be kell állítani, hogy a rejtett hidden fájlokat, könyvtárakat is mutassa, itt pedig az LS mögé odaírjuk, hogy kötőjel A, és akkor ki is fogja listázni, és akkor be tudunk lépni akármelyik rejtett, mondjuk a config könyvtárunkba be tudunk lépni, és így kerülnek elő a rejtett könyvtárak. Tehát nem kell megijedni, ha azt mondják neked, hogy hát a saját könyvtárodba, pont config könyvtárba be kénél lépni, és ott kellenél valamit szerkeszteni, és nem látod az LS parancsal. Ezek nagy része, tehát a konfigurációkat tartalmazó fájlok, a konfigurációkat tartalmazó könyvtárak nagyon nagy része egy ponttal kezdődik, hogy nem mindenki tudja kilistázni, csak az, aki tudja, hogy bizony az ott van, vagy az LS a parancsal le tudja hívni. Azaz, ez egy nagyon jó kis gondolat. Nyilván ez egy kényelmi dolog. A következő gondolat az, ami nagyon fontos számunkra, hogy ha valaki ez a 2-3-4 kapcsolókat hát kevésnek találja, nyilván van az LS-nek is van helpje, van manuálja, meg rengeteg olyan parancs bemutató cikk van az interneten, ami tippeket, trükköket oszt meg sokkal-sokkal többet tud, mint amit elmondtam, de hát az LS-sel le tudod kérdezni a rejtett könyvtárakat, ez alapesetben elegendő ahhoz, hogyha elmondják neked, hogy a pont konfigba van, és nem találod, akkor a kapcsolót beteszed, hogy a, oké, előfordulhat, hogy olyan könyvtárat szeretnének veled készítetni, ami alapból nincs. Előfordulhat, mert feltelepít egy programot, egy fontos programot a gép, vagy te, és utána be kell állítani. Előfordulhat, hogy a konfigurációs fájlokat, vagy egyebeket, könyvtárakat neked kell létrehozni.
A könyvtár létrehozása nagyon egyszerű, MK Dir, és megadott, hogy nevét. Jó, nekünk most teszt lesz, és Enter, nem lehet a következő könyvtárat létrehozni, mert már létezik, mert ottan van nekem egy olyan könyvtáram. Hát ez bizony kellemetlen, de akkor annyit csinálunk, hogy teszt 1 lesz, és létre is jött. A teszt 1 könyvtár, kilistázzuk, teszt az volt, mert teszt könyvtárba szoktam mindenféle dolgot csinálni, biztosan, hogy biztos felkiáltása, és létrehoztuk a teszt könyvtárat, a teszt egy könyvtárat. Ha akarunk, belépünk, nem akarunk belépni, hanem el akarjuk tüntetni, mert előfordulhat az, hogy vannak olyan programok, amik létrehoznak ideiglenes könyvtárat és ideiglenes fájlokat, és hát későbbiekben arra neked nincs szükséged, vagy létrehoztál egy könyvtárat, és utána hát már kiderült, hogy nem kell, mert a megfelelő munkát elvégezted, rmdir-rel eltüntetjük azt, amit akarunk, a teszt 1, még egyszer megnézzük, mert hogyha eltüntetsz egy könyvtárat, akkor az bizony el fog tűnni örökre, vissza lehet állítani, de igazából nem ebben szeretnék most foglalkozni, hogy ja, persze vissza lehet állítani, és akkor nem kell annyira figyelni, hát az hülyeség, oda kell figyelni, hogy mit csinálunk, és kinyomunk egy jelest, és nincs teszt egy könyvtárunk. Ennyire egyszerű. Tüntessük el a teszt könyvtárat is, jó? Föllépünk, teszt könyvtár. Aha, mit ír ki? A teszt eltávolítása, a teszt könyvtár eltávolítása megjósult, a könyvtár nem üres. Ezt jegyezzétek meg, hogy először ki kell takarítani a könyvtárat, mindent eltüntesz belőle, és utána tudsz valamit törölni. Azt a könyvtárat törölni, ezt át tudod hágni, ebben nincs probléma, vannak megoldások, de első körbe szokd meg azt, olyan könyvtárat fogsz törölgetni, akár grafikus, akár terminálos megoldása, amit kiürítettél, nyilván grafikus felülettel kírja, hogy nem üres, aztán töröld, vagy nem akarod törölni. Kérdést is tudod törölni, de szokjuk meg, hogy megnézzük, mi van benne, és utána töröljük. Ez egy védelem azon téren, hogy bizony te ne tudd eltolni teljesen a rendszeredet, kitörölni, esetleg root, azaz emelt felhasználói joggal dolgozol, kitörölni egy fontos könyvtárat, amiben van valami. Ő rá fog kérdezni, hát bizony, tesó, ebben van valami, én ezt nem fogom törölni. Nézz utána az interneten, hogyan lehet egy nem üres könyvtárat törölni. Azaz, tudunk törölni könyvtárat, tudunk létrehozni könyvtárat értelemszerűen itt is tudjuk használni a teljes elérési útvonallal való könyvtárkészítést, azaz, hogyha te úgy gondolod, hogy nem a könyvtárba, amiben te vagy, onnan szeretnél egy alkönyvtárat létrehozni, hanem valami hosszabb elérési útvonalon szeretnéd, akkor nem kell felmenni a könyvtárfán, meg lemenni odáig, odaugrani a könyvtárba, amiben könyvtárat szeretnél létrehozni, hanem természetesen készen meg tudod adni az egész elérési útvonalat, azaz MKDIR, Home, Laci, Dokumentum, Mentés, Doksik, Számlák, 2021-es alkönyvtárat hoz létre, és létre is hozza. Nem fog odaugorni, erre most figyeld meg, nem ugrik oda, hanem ugyanott marad, ahogy tesz a parancsot kiadtad, de létrehozta ezt az alkönyvtárat, amiben mi felfele nyilacskával az egész Zoberhertz előhívtuk újra, és CD parancsal beugrunk, és látható, hogy az előbbi példában a számláknál nem volt 2.21-es alkönyvtár, most pedig van, nézzük meg, hogy mi van abban az alkönyvtárban. Nagy meglepetés, semmi nincs abban az alkönyvtárban, hiszen az alkönyvtárat most hoztuk létre. Azaz elérési útvonal, teljes elérési útvonallal is létre tudsz hozni, meg sok egyéb trükkje is van az MKDIR-nek, de létre is tudod hozni. Ugyanúgy el fogod tudni tüntetni ezt a könyvtárat teljes elérési útvonallal. Nézzük is meg, CD-vel oda fogunk ugrani a fő könyvtáramba, és bizony
megint fölfele léptettem, én ennyit nem gépelek, RM dir. Miért tudom RMD-rel eltüntetni simán a 2021-es könyvtáramat, aminek jó hosszú elérési útvonala van, mert üres. Jó? Tehát erre figyeljünk, RMD-rel eltüntettük, és akkor be fogunk lépni a számlák könyvtárba. Látjátok, fölfele nyilacska törlése lehet trükközni, és akkor ki fogom listázni, lees meg, mi van bennem számlák könyvtárba, és lehet látni, hogy nincs 2021-es könyvtár, amit éppen ilyen jó hosszú elérési útvonallal kitöröltem. Nagyon-nagyon érdekes dolog, most fölmegyek a CD és F a saját könyvtáramba, CD teszt, beléptem a teszt könyvtárba. Szokjuk meg, hogyha valamit próbálkozunk törléssel, fordítással, akármilyen dolgot szeretnénk kipróbálni, akkor csináljunk egy teszt könyvtárat, és abba berhelyjük, jó? Például azt mondják neked, hogy az X-profil, pont X-profil fájt létre kell hozni a saját könyvtárban, megnézed, hogy jól van, nincsen, hát akkor mi a tendő, létrehozod. Hogyan hozunk létre egy szöveges konfigurációs fájt, aminek most meglepő módon az lesz a neve, hogy 4txt, beírjuk, hogy touch, és 4pötty.txt, odafigyelsz. Itt nagyon oda kell figyelni, ha egy konfigurációs fájt hozol létre. Miért? Mert hogyha rossz nevet adsz meg, elütsz valamit, létrejön, de igazából nem tudod használni, mert nem olyan néven fogja a rendszeret keresni, meglessük, hogy létrejött-e, természetesen a 4tx fájl létrejött, hát jól eltúltam, éppen azt magyaráztam, hogy figyeljünk oda is, eltúltam, de lényeg az, hogy létrejött a file, és utána ebbe tud elkészíteni a beállításokat, hogyha ez a feladatod. Hogyan törölsz egy file-t, akkor RM, és beírod a file nevét, mivel hogy nem igazán sikerült nekem pontosan a konfigurációs file-t összehoznom, ma a T betű lemaradt, ki fogom törölni, nem átnevezem, ki fogom törölni, és akkor meglessük, hogy kitörlődött RM. Az RM-nek kettő darab kapcsolója van, amit érdemes megnézni, amire érdemes odafigyelni, gyakorlatilag a leírásomba meg fogjátok találni. Ha egy könyvtárból az összes fájt ki szeretnéd törölni, nem szeretnél ilyet csinálni az első időben, hanem elesel, lekérdezed és megnézed, hogy szükség van-e rá, és próbálkozol odafigyelni, hogy mi az, amit neked le kell törölni, az RM kötőjel R, az adott könyvtár pont per, ez az adott könyvtárt jelzi, figyelj rá, nem mindegyik programnál így van, hogy pont per van, amelyiknél elegendő egy pontot beírni, de én megszoktam ezt a pont per, tehát az összes alkönyvtárra vonatkozó, összes fájlra vonatkozó dolgokat, a könyvtárra vonatkozó dolgokat ezzel jelzed, a csillag, az asterix pedig azt jelenti, hogy mindenre vonatkozik, a csillag.txt akkor csak az összes txt fájlra vonatkozik, és leenterezzük, és megkérdezi, a ZSA így van beállítva, felülírja egyébként, figyelj, arra, hogy az RMF kapcsolóját felülírja ez, rákérdez, hogy valóban mindent ki akarsz törölni a tesztkönyvtárba, yes, és ennyi, LS, megkérdezzük, és semmi egyéb nincs, ami abban a könyvtárban van, de a tesztkönyvtáron megmaradt, mivel hogy ő észreveszi, hogy a pontkönyvtár, tehát a szülőkönyvtár törlésére is utasítást kapott, mert ő számon tartja azt, hogy milyen fájlok vannak, és a könyvtárban bent van a szülőkönyvtárnak a neve is, erre figyeljünk mindenképp, azaz ilyenkor ezeket természetesen nem törli. Aksi, töröltünk, létrehoztunk valamit. A másik gondolat az, hogy természetesen létre tudsz hozni egy elérési útvonal végén is egy fájt, azaz, fölfele lépkedünk, mert én nem fogok annyit írni. A számlák könyvtárban szeretnénk egy teszt, akármit létrehozni. Sokszor úgy adják meg, hogy
hozzá létre az ilyen elérési útvonalon egy fájt, azt meg tudjuk tenni, tehát nem kell egyesével odaléptetni és belépni és létrehozni a tus parancsal, hanem elérési útvonal végére odabigyeztjük, és ennyi. Történt valami, nem, de mi meg fogjuk tudni nézni, hogy CD, és kitöröljük, hiszen a CD-vel könyvtárba és nem fájba lépünk, és ennyi, és LS-sel lekérdezzük, és itt van-e olyan, van, hát látjátok-e, ott van a teszt, TXT-nk, tehát nem kell belépni egy könyvtárba azhoz, hogy te valamit létre tudjál hozni. A következő gondolat az, és ezzel följebb megyünk, hogyan megyünk a saját könyvtárunkba, Altgrün, és a kis egyest megnyomva saját könyvtárunkba kilistázunk mindent, jó, kilistázunk mindent, az A kapcsolóval kilistázok, hogyan tudunk megnézni és egy szerkeszteni egy darab konfigurációs fájl. Én elmondom nektek, hogy nagyon egyszerűen, pontosan kettő darab dolgot kell megjegyezni, illetve hármat. Első lépés, feltelepíted a Nano nevű kis programocskát, az egy nagyon kezes, félgrafikusnak hívom, mert egy kicsit grafikus is, meg terminálban működik, egy félgrafikus, nagyon szépen működő szerkesztő program. Nyilván jelen pillanatban nem az egész műveletet fogom megmagyarázni, meg megmutatni nektek, hogy mit, hogyan, meg egyéb. 2-3 olyan dolgot fogok bemutatni, ami egy konfigurációs fájl szerkesztéséhez való, vagy kell, vagy elvárt. Az X-profil fájlomat fogjuk szerkeszteni Nano, begépeled a nevét, abba a könyvtárba vagyunk, ami éppen vagyunk, tehát a főkönyvtáromban, az én saját home könyvtáromban vagyunk, és LS kötőjel A-val lehívtuk azt, hogy az X-profilt szeretnénk szerkeszteni, beírjuk X-profile, beírjuk. Látjátok, elütöttem, odafigyelünk, mert utána nem fogja megnyitni, X-profile. Stimmel? Stimmel. Enterezzük le, és meg is jelenik a tartalma, és utána lefele, felfele nyilacskával tudsz navigálni, illetve a jobbra, balra a sorokba megyünk. Ami lényeg, ide beírok egy sort, hogy teszt, és ez volt a feladat. Írd be azt, hogy teszt. Ki fogjuk törölni egyébként. Írjuk be azt, hogy teszt, ezzel a parancssal valamit el fogunk majd érni, a leírás szerint ezt kell tenni, beírtuk, oda navigáltunk, beírtuk. Oké, és ezt hogyan tudjuk lementeni? Első körben azért szeretem én ezt a programot, mert itt alul minden parancs, meg annak az leírása is megtalálható, azaz megnyomjuk a Ctrl-O-t, ő megkérdezi, hogy mentsük-e ebbe az X-profil fájba ezt a parancs részletet, vagy a változtatást, igen, enterezzük le, és kírja, hogy 21 sor kírva, nem számolom meg, hogy üres sorokkal együtt ez pont 21-je, kírja, hogyan lépünk ki ebből, nem úgy, hogy becsapjuk a terminált, becsukjuk, hanem a Ctrl-X-el kilépünk. Oksi, nagyon frankó, elvégeztük a változtatást, láttátok, egy változtatás, egy semmit érő, értelmetlen változtatást csináltunk, de ennyi a változtatás, ennyi a szerkesztés. Kettő darab parancsot, tehát a Ctrl-X, Ctrl-O, ezt a kettőt kell megjegyezni, nem kell elolvasni a Nanónak az egész gépkönyvét ahhoz, hogy tudjál egy akármilyen szöveges fájlt megváltoztatni, terminálba, nem kell agyon bonyolítani, odalépkedsz, bepötyögöd, amit kell, kétszer megnézed, hogy jó-e, aztán kilépsz be, lemented, és kilépsz. Ha úgy akarsz kilépni változtatás után, hogy te bizony nem nyomtad meg a Ctrl-O-t, és nem engedélyezted a lementését a fájnak, a fájba való mentést, akkor rá fog kérdezni, tehát intelligens, nagy hülyeséget nem tudsz csinálni vele, tehát olyasmit csinálni, hogy mentés nélkül kilépsz, ha odafigyelsz, hogy bizony, hát ő mit fog kérdezni. Azaz nagyon professzionális kis programocska,
termináló, és bizony érdemes megtanulni a használatát, mert egy-egy elírás grafikus felületen szerkesztetted az X profilt, és utána nem indul el a grafikus felületed, mert előfordulhat ilyen balhé, akkor természetesen mi a lehetőséged? Oda battyogsz a saját home könyvtáradba, vagy leírás szerinti könyvtárba, aztán beírod, hogy nano, meg aztán a nevét. Ennyi. Megadhatod a teljes elérési útvonallal is a szerkesztendő fájlt, tehát ez se jelent gondod, de én konfigurációs fájlok szerkesztéséhez belépek a könyvtárba, lehívom a könyvtár szerkezetet az LS kötőjel A-val, hogy még véletlenül se az legyen, hogy az egyik disztribúcióban az van, hogy pont X profil, a másikban meg nincs előtte pont, meg ilyesmivel. Oké, én erre odafigyelek, mert van, ahol olyan a beállítása, hogy a konfigurációs fájl neve, aztán kalapka vált. Ennyi, máshol meg utána teszik, hogy pont config, vagy pont rc, ilyesmi előfordul, de én leszoktam hívni, nem egy nagy dolog, és abba a könyvtárba dolgozok. Oksi, ha csak a tartalmát szeretnéd megnézni, akkor egyértelműen nagyon kényelmesen vagyunk, akkor nem a nanót, megillusta voltam, láttátok, fölnyilacska, előre léptettem, aztán beírom, hogy kat, mind macska, kat, és profil fájlt, ezt szeretnénk megnézni, és enter, terminálba szépen kiírogatja a tartalmát. Bonyolult? Nem. Ha az a kérdés, hogy bent van az X profilba, az, hogy teszt, sor, akkor nem kell megnyitni szerkesztővel, praktikusan, mert ha bent van és ki kell törölni, vagy mellé kell írni egy kapcsolat, akkor már rögtön meg tudod csinálni, de a kat, mint macska parancsal, le tudod hívni a tartalmát. A katra nagyon figyelj, hogyha például a kat és telepítő isó parancsot kiadod, az ki fogja neked listázni a krikszkrakszokat, próbáld ki, és akkor az jó hosszú kiírást fog tenni. Ha pedig hosszabb az az adott fájl, amit te szeretnél megjelenítetni, hosszabb, mint az egy darab, két darab monitor magassága, mert leföl tudsz azért lapozgatni a terminálba is, de hát az a hosszabb, akkor ne a katot használd, hanem a more parancsot, és akkor jó hosszú fájlokat is kilapozgat neked úgy, hogy mindig egy képernyőnyi jelenik meg, és akkor tudsz lépkedni, és ugyanúgy, mint a manba. A manuálba abba is tudsz lépkedni, kényelmesen szépen írogatja ki neked, és ki tudsz belőle lépni. A kat kilistáz akármilyen fájt, akármilyen krikszkrakszok vannak, a more parancs az pedig azt jelenti, és úgy működik, hogy bizony, ha te nem szövegfájtasz meg, akkor kérje neked, hogy bocsi tesó, ez nem szövegfájt. Próbáld ki egy telepítő isónál a katot is, meg a more parancsot is. Oké, nagyon-nagyon egyszerű a dolog, nem fog ez nekünk semmi gondot jelenteni. A következő gondolat az, hogy természetesen mi beleírtunk az X profil fájlukba, most kivesszük belőle, beírjuk, hogy X profile, nano előtte, és oda megyünk, és kitöröljük. Jelentett ez gondot valakinek idáig? Nem. Miért? Hoppá, itt van egy elírás, kliens, ki is javítottam, és nézzük meg, hogy valóban igaz-e az, hogyha úgy akarsz kilépni, hogy nem mentettél, ő szólni fog. Igen, szólni fog. Menteni akarod, amit hát csináltál? Igen, nem, vagy mégsem. Igen, menteni akarom, egy E betű, és abba a fájlba akarod menteni, amit szerkesztettél, már másba is menteted, ja, ebbe akarom, és akkor már természetesen el is tűnt, hogy bemutassam, hogy eltűnt, a kliens nem klens lett, és a kilépés parancsa eltűnt, amit kitöröltünk. Ennyi, Ctrl X, mivel nincs mentési feladata, nincs új információ, ennyi, beírtuk, javítottuk, és kiléptünk belőle. Bonyolult volt? Nem. Megbeszéltük azt jó hosszan, hogy te hogyan navigálsz oda, ahova kell, a leírás szerinti helyre. Hogyan hozol létre egy könyvtárat, ha nincs? Természetesen, hogyan törölsz egy könyvtárat, hogyha van,
hogyan tudsz létrehozni egy fájt, azt is ki tudod törölni. Előfordulhat, hozzáteszem, előfordulhat, hogy bizonyos rendszereken, én nekem Debianon szokott előfordulni legtöbbször, hogy egy záróló, lokkoló fájl a frissítéseknél az bizony hát bent maradt, vagy mert nem törölte ki a rendszer, vagy mert éppen megszakítottam, meg kellett szakítani a frissítést, vagy hibás volt a frissítés. A logfájl bent maradt, azt kézzel kellett kitörölni, nyilvánvalóan azt RM parancssal simán ki tudod törölni, ha tudod, hogy mit kell törölni. Tehát előfordulhat konfigurációs, vagy záróló, lokkoló fájloknak a törlése előfordulhat. Azaz jobb, hogyha ezeket a parancsokat megtanulod. A szerkesztés, láttátok, nem egy agysebészet, meg tudjátok csinálni terminálba is, egyszerűen, ha felteszitek a nano parancsot. Gyakorlatilag a legtöbb konfigurációs fájt, ami a saját könyvtárunkban van, tehát a home könyvtár alatt lévő, saját neved alatt lévő könyvtárban van, azt te minden további nélkül tudod szerkeszteni, hiszen az a beállítás a te rendszeredhez tartozik. És mi van akkor, ha olyat kell szerkesztened, mint rendszergazda, hiszen a saját gépeden valószínű te tartod karban a rendszert, azaz te vagy a rendszergazda, azaz olyan fájt kell rendszergazdaként szerkesztened, amit sima userként nem tudsz, azaz nincs jogosultságot szerkeszteni. Nézzünk is egy ilyen példát. Bemegyünk a CD, igaz? Shift és 6-os perjel a főkönyvtárba és CDETC-be belemegyünk. Ez egy könyvtár, amiben valószínű sokat fogsz te turkálni, mert rengeteg beállító fájt itt fogsz megtalálni, nem mindet, de rengeteget itt fogsz megtalálni. Elesezzük ki. Eles kötőjel A, és kiírja. Mi szerkeszteni szeretnénk a csatolási fájt, azaz az F-stabot. Ebbe a könyvtárban van, megkeressük, hogy biztosan jól emlékszünk ki a nevére. Olyat keresünk, hogy F-stab, beírjuk azt, hogy nano F-stab, beírjuk. Igaz? Eddig is ezt csináltuk. Enter, és mit ír ki? A, az... F-stab fájl nem írható. Hát ez eléggé balhés, mert ezt szeretném én szerkeszteni, nem szeretném szerkeszteni természetesen, teljes mértékben megfelel nekem így, hiszen már be van állítva, de szeretném szerkeszteni, újabb csatolást szeretnék elvégezni, máshova akarok valamit csatolni, más paraméterekkel szeretnék csatolni, akkor mi a teendő? Hát ezzel így nem fogom tudni, hiszen azt mondja, hogy a fájl nem írható. Ezen segíteni kell. Miért nem írható? Két dolog miatt nem írható egy fájl általában. Egy rossz a fájl, és hát azhoz bizony nem sok mindent tudunk tenni, de hát itt nyilván nem ez a probléma, hanem az, hogy nincs jogom írni. Gyorsan kilépünk Ctrl-X-el, ahogy megbeszéltük, Ctrl-X-el ki tudsz lépni a nanóból, és mit csinálhatunk? Kettő darab lehetőségünk van, ami hasonló, és azt is hozzá kell tenni, egy gyors kitérő, nem minden rendszerben működik ez így, mert van, ahol a sub van, ahol a sudo le van tiltva, tehát vannak ilyen variációk, de általában két megoldásunk van, az egyiket mindenki ismeri, eléje bigyeztjük azt, hogy eléje megyünk, hogy sudo, azaz szeretnénk emelt jogot kérni, kapni, leenterezzük, kírja, hogy a Laci jelszavát a sudo bekéri, akkor beírjuk, hogy a jelszó, és leenterezzük, abban a pillanatban írhatóvá válik, menthetővé válik ez a fájl, azaz nincs itt semmi olyan piros kiírás, ebbe most hadd ne írjak belem, az F-stab eléggé kényes és hisztériás, hogyha valahol bent marad valami rossz beírás, tehát ehhez hozzá nem nyúlok. Csak bemutattam azt, hogy így kapsz emelt jogot. Azt hiszem, senkinek nem okozott gondot. A másik megoldás, kilépek most, és azt mondjuk, hogy jó, oké, az előbb kaptam egy sudo parancssal, elétettük a sudo kérelmet, ezzel a parancssal, ha mi nekünk van ehhez jogunk, egy emelt jogot. Beírtuk minek a jelszavát, a Lacinak a jelszavát, a saját jelszavamat be kellett írni, és így kaptam egy ideiglenes, a sudo beállítása szerinti ideiglenes emelt jogot. Oké, de ez az emelt jog egy idő alatt lejár. Ki hogyan állítja be? Én 2-3-5 percekre szoktam beállítani, hogy ne maradjon véletlenül úgy valami. Értitek? Tehát az, hogy egy emelt jogú felhasználói terminál esetleg nyitva marad a biztonság technikai szempontból. Igencsak nagy lik
a rendszeredbe, hogyha beállítod a sudót arra, hogy 2 óra alatt járjon le a jogosultsága, és úgy marad egy terminál, hiszen abban a pillanatban észre se veszed, hiszen nem láttuk azt, hogy mi emelt joggal dolgozunk, nem változott meg semmi, azaz én a sudót is szeretem, de hogyha hosszabb ideig, mert én rövid időre állítottam be a sudót, hosszabb ideig emelt joggal szeretnék dolgozni, mivel ez az én gépem és én vagyok a rendszergazda, átlépek a terminálba, egy másik felhasználó, a root felhasználó, a rendszergazda felhasználónak a nevébe, újra belépek, az úgy történik, hogy su, hogy superuser. Ennyi, az egész, a su-t begépelem, és bekéri a jelszót. Figyelj rá, hogy nem a te jelszavadat, hanem az emelt jogú másik, a root felhasználó jelszavát kell megadni, azt is megadom, ugyanúgy megadom, mint akármilyen jelszót. Ezt akkor, amikor te telepítettél, volt olyan rész, hogy milyen néven szeretné belépni, annak a jelszava, jelszót ismételed meg, majd utána root jelszó, meg root jelszó ismétlése meg. Ez egyértelmű, erre emlékezni kell, ezt úgy gyakorlatilag jobb, hogy az ember megjegyzi, hogy a saját, illetve a emelt jogú felhasználói jelszava az azért térjen is el, meg legyünk annyira bátrak, hogy merjünk átlépni emelt joggal, átléptünk emelt joggal, leenterezem. Én úgy állítottam be a gépet, ez a saját heppem, hogy a rootnak egyfajta promptja van, az a prompt, látod, ami szépen kérja, a saját felhasználó meg szép, színes, meg egyéb. Oké? Okay? Abban a pillanatban látom, azon kívül, hogy valljuk be, kiírja. Jó, hogy rootként vagyok jelen. Azon kívül, hogy kiírja, legyen egy kicsit más a prompt beállítás, a kinézetének a beállítás, hogy rögtön tud, hogy te most a Atya Úristen vagy a rendszereden akármit csinálhatsz, hogyha én most itt az RM parancsal, megfelelő kapcsolókkal ki akarok törölni mindent, legyilkolhatom az egész rendszerem, hát elég sok konfigurációs könyvtárát, konfigurációs fájlát, tehát olyan könyvtárban vagyok, olyan helyen vagyok, olyan jogosultsággal vagyok, hogy tönkrevághatom másodpercek alatt a rendszeremet. Tehát legyen valami jelzésed arra, hogy most azért oda kell ám nagyon figyelni. Ha jól emlékszem, az ESH-nál, azt hiszem az ESH-nál, de a BAS-nál is lehet, hogy amikor először lépsz sudóval emelt jogra, akkor kiírja neked, hogy bizony ez felelősséggel jár, nem vagyok benne biztos, hogy minden rendszernél, de jegyezzük meg sudóként, vagy felhasználóként, mármint emelt jogú felhasználóként, rootként belépve, te vagy itt a tönkretevésnek a lehetősége. Sima felhasználó nem tudja a rendszerét, az egész rendszerét nagyon könnyen tönkretenni. Ha sima Laci vagyok, akkor itt törölgetni, hát előbb láttátok, még bele se tudok írni abba a fájba, akkor természetesen hát nem nagyon tudok nagy kavarcot csinálni, saját könyvtárba igen, de most rendszerkönyvtárba vagyunk, erre nagyon-nagyon figyeljetek. Tehát megadjuk, hogy nano, F-stop, enter, és látható, nem sipákol, hiszen emelt joggal mi vagyunk a rendszergazdák, nyilván egy rendszergazdához, a rendszerhez tartozó fájhoz simán hozzáfér a rendszergazda. Azaz ez a két megoldásod van, én ki is lépek, nem szeretem, hogyha nyitva van egy F-stab, vagy olyan fájl, ami hát gondokat okozhat, véletlenül lenyomom, jár itt a kezem, magyarázás közben, ti nem látjátok, én látom. Természetesen nem szeretnék egy space-t vagy egyebet beilleszteni a szövegfájlba, be is csuktam. Oké, elvégezted a feladatodat, ugyanúgy lemented, akármelyik konfigurációs fájlra ez igaz, lemented, majd mi a következő teendőd? Természetesen nem becsapod a terminált, ezt múltkor is elmondtam, meg jövőre is elmondom, meg még 500-szor, hanem beírod, hogy exit, kilépek, kilépek az emelt jogú felhasználóból, úgyhogy exit, exit parancs be van írva, leenterezem, és megkaptam a saját promptomat, azt a kis zöld promptot, vagy piros, attól függ, hogy éppen mi van, megkaptam azt, hogy mennyi az idő, ami be van állítva, tehát az enyém, vegyük észre, külön van kinézetre is, tudatilag is,
Az emelt jog a SU, amivel rootként fogsz belépni, tehát egy másik felhasználóként fogok belépni, ha pedig sima SU-dot használok, akkor lehet látni, hogy a saját környezetemben vagyok, de ideiglenesen kibéreltem, kidelegáltam magamnak egy emeltebb jogot. Erre nagyon figyeljük, ha olyan konfigurációs fájlt kellene szerkeszteni, olyan könyvtárba kéne valamit csinálni, belépni, mert az is le lehet tiltva, akkor, amihez nem félsz, akkor mit kell csinálni? Megszerzed az emelt jogot. Ha ideiglenesen kell az emelt jog, például csak egy telepítés tekintetében, akkor egyértelműen elég a sudo. Mondjuk nézzük is meg, hogyan működik ez, hogy emelt jogot ideiglenesen bérelek a paru parancshoz. Hát frissítés, ez sudo, sudo és paru, be van írva, hogy paru, és akkor bekéri a jelszavamat, akkor is bekéri egyébként, hogyha nem írom eléje a sudot, mert ő okos és tudja, hogy ő neki az kell, és akkor lefut a rendszer frissítés, és engedélyzem, és ennyi. Általában nekünk a sudo, ha van rá lehetőség, és bent vagyunk abba a csoportba, aki használhatja a sudot, akkor semmi egyebet nem kell tudni. Én azért azt mondom, hogy ezt a sudozást próbálkozzunk meg szükebb körben használni, és ha komolyabb teendőnk van, hosszabb ideig szeretnénk rendszergazdai jogosultságokat szerezni, akkor lépjünk át rendszergazdai felhasználóvá, és akkor tudatosodik bennünk, hogy hát éppen emelt joggal dolgozunk, mert a sudonál megmarad egy ideig a jogunk, és esetlegesen már kiléptünk, a paru lefutott, tehát a frissítésem lefutott, kalap, kabát, el is felejtettem, 2 perc alatt elfelejti az ember, hogy előttem milyen mechanikus munkát csinált, és akkor véletlenül, mert például az LTC könyvtárban vagyunk, akkor bele is törölhetnék a könyvtárban, amíg tart a háttérbe az a lehetőség, hogy bizony nekünk még emelt jog körünk is van. Ezért mindig figyeljünk arra, hogy mit teszünk, hogyan tesszük, és gondoljuk át a lehetőségeket. Nem annyira bonyolult, mint ahogy első gondolatra hangzik, de mindig figyelj arra, ha sudozol, végzel, kilépsz a terminálból, akkor megszűnik a sudo jogod, tehát az emelt jogod, ha pedig SU-val átlépsz a rendszergazdának, akkor se bevágod a durcit és megnyomod itt nálam, például a közelőség gombbal bezárom a terminált, aztán kalapkabát, hanem exit-tel kilépsz, megkapod a saját promptot, tehát saját felhasználóvá válsz ezen terminál futása alatt, és utána bezárhatod a terminált, azaz figyeljünk rá, itt sem az ajtót csapkodjuk, mint ahogy az életben sem az ajtót csapkodjuk, hanem mindent leírás szerint pontosan kell elvégezni. Ennyi, túl is beszéltem, meg azért lesz erről még jó néhányszor szó, hiszen a rendszergazdai munkák azért hozzátartoznak a mindennapi életünkhöz. Na, ennyi a SU meg a sudo közötti dolog, amit el szerettem volna mondani. A konfigurációs fájlok szerkesztésének nem az az első lépése, hogy megnyitod, és még nem is az, hogy átgondolod, hogy mit csinálsz vele, hanem a legelső lépés az, hogy készítünk róla egy mentési fájlt, azaz legyen egy biztonsági mentés, hogyha te véletlenül valamit rosszul csinálsz, vagy nem jön be az a tipp, amit adnak, akkor ne vissza kelljen fejteni a dolgokat, hogy na én ide ezt írtam be, régen ez volt, hanem egyszerűen a régi állapotot, az eredeti állapotot vissza tud állítani azzal, hogy felülírod a te konfigurációs fájlodat az eredetivel. Nézzük is meg, hogyan készül el egy mentési fájl. Bent vagyunk a tesztkönyvtárban, meglessük, elessel, hogy milyen fájlunk van. A test.txt, ez egy speciális konfigurációs fájl, semmi nincs benne. Ez lesz az állatorvosi ló, amin be tudom mutatni azt, hogyan készítünk gyorsan parancsorból egy mentést róla. Egy másolatot fogunk róla csinálni. Mindenki sejti, hogy a CP parancsot fogom használni, azaz beírom, hogy CP, test, és kap egy másik nevet, test, aláhúzás, old, txt. Akármit írhatsz oda, lényeg az, hogy megjegyez, hogy ő az eredeti, és utána a test, txt-t meg tudod nyitni és szerkeszteni, azaz a parancs felépítése nagyon egyszerű, cp,
megadod, hogy miről akarsz egy másolatot csinálni, miről legyen egy biztonsági mentésed, mert most a másolatot biztonsági mentésnek fogjuk fel, és megadjuk az új nevet, az új fájl új nevét. Azaz test.txt-ből lesz egy text.txt, ő megmarad, és a test aláhúzás alt.txt pedig a mentési fájlunk lesz, azaz leenterezzük, nem fog kiírni semmit, elesett, megbizonyosodunk róla, hogy valóban elkészült a test aláhúzás alt.txt-nk, igen, elkészült, ennek örömére természetesen már nyugodt lelkiismerettel, annak a biztonságnak a tudatába fogunk nekiállni a test.txt-t szerkeszteni, ha éppen ez a feladat, hogy van egy biztonsági másolat, és hogyha elrontunk valamit, vissza tudunk lépni az eredeti állapotba. Ez nagyon-nagyon fontos, nem csak kezdőknek, haladóknak is, hogy legyen egy másolatunk, ami megment bennünket attól, hogy szerkesztünk egy fájlt. Nem csak arra kell gondolni, hogy az előbb beírtunk egy sort, hogy teszt, hanem komolyabb, hosszabban tartó, több részt érintő szerkesztéseket visszacsinálni, hogy jaj, én ide ezt írtam, meg oda azt írtam, az bizony nem olyan egyszerű. Hiszen, hogyha valami lépés kimarad, ugyanolyan vacak, elrontott fájlt kapsz, amivel nem fogsz tudni dolgozni, nem lesz neked egy biztonsági mentésed, és ilyenkor aztán lehet kapkodni, és utána elhatározni, hogy legközelebb majd lesz. Nem legközelebb, most kell elkészíteni azt a biztonsági mentést, még megnyitás előtt, amivel te szeretnél dolgozni. Természetesen a legtöbb szerkesztő program, főleg a grafikus programok tudnak ilyet, hogy mentés másképp, meg egyéb hasonló funkciók, vagy biztonsági másolat mentése, vagy van olyan is, amelyik biztonsági másolatot automatikusan elkészíti, de ne arra alapozunk, hogy majd valami lesz, hanem arra alapozunk, hogy mi manuálisan, explicit megadunk egy mentett fájlt, amivel biztonsággal tudunk dolgozni, mert hogyha véletlenül mégse sikerül, ahogy mondtam, a szerkesztésünk, vagy éppen a tip nem jött be, akkor nem kapkodunk, hanem egyszerűen visszaállítjuk az eredeti állapotot. Nagyon fontos! Ha te valamit kérdezel a Discordon, fórumon, akárhol, előfordulhat, hogy megkérdezik, hogy te milyen disztribúciót használsz. Természetesen neked alapból illő ismerni azt, hogy egy disztribúció, amit használsz, annak mi a neve, mi a verziószáma, mi a pontos paramétere, de előfordulhat, hogy hát ez nem megy fejből. Ilyenkor ezt a parancsot érdemes LSB, aláhúzás, release, szünet, és kötőjel a parancsot beütni, és utána természetesen kírja az összes információt, amit az erre rendelt fájlban megtalál. Ez nálam a magyarás, ennél összetettebb kiírás is előfordulhat, verzió, alverzió, vagy külön neve van annak a terjesztésnek, annak az adott verziónak, de az a lényeg, hogy ezt tud, és azonnal le tud kérdezni. Miért? Mert nyilvánvalóan, hogy vannak Debian alapú rendszerek, vannak Arch alapú rendszerek, és akkor nem fog itt kavarás lenni, hogy annak Debian alapú rendszerekre megfelelő parancsot, és neked árcsod van. Oké? Tehát ezt érdemes, ezt a parancsot megjegyezni, felírni. A következő parancs, ami nagyon fontos, az uname kötőjel és r. Uname r, és ez kír egy számot. 5.10.33 kötőjel 1 kötőjel LTS. Ez a pontos verziója az alaprendszered kerneljének. Ha megkérdezik, hogy milyen kernelt használsz, milyen verziójut, mert természetesen vannak olyan rendszerek, amik régebbit használnak, vannak olyanok, amelyik az LTS-t használják, hosszan támogatottak, vannak olyanok, amelyik a napi frissítéseket is megkapják, és előfordulhat az, hogy többféle kernel is fent van a gépeden, és előfordulhat az, hogy éppen ez az információ az, ami nagyon-nagyon fontos, mert lehet, hogy az A-ba bent van valami, de az A-1 verziójúban még nincs bent az az eszköz. Ilyenkor természetesen beütlegeled, hogy uname kötőjel el, és aztán bőven ki fogja neked írni. Ezt hosszabban is ki lehet íratni, de szerintem az, hogy Linux, meg egyéb kiiratása teljesen fölösleges. A következő gondolat az, hogy
vannak olyan problémák, amik a lemezekhez kötöttek. A lemezekhez kötött problémáknak a mit hova csatoltunk fel kérdése, az természetesen nagyon fontos, hiszen előfordulhat az, hogy valami nincs felcsatolva, rossz helyre van felcsatolva, lemez, partíció, és ezen segíteni kell, illetve ütközések, egyebek előfordulhatnak. Megkérdezik azt, hogy hát milyen a lemezrendszer, vagy hogy hívják azt a lemezt, amelyekkel neked problémád van, melyiken van a boot szektor, meg ilyeneket szoktak kérdezni, mi ennek a lemeznek a neve. Természetesen nem azt kell megadni, amit te adtál formázás közben, hanem olyan névvel vannak ellátva, hogy SDA1. Például mondtam egy példát. Ha ezt te nem tudod, és rossz parancsot, illetve bocsánat, pontosítok, jó parancsot rossz lemezen hajtasz végre, mondjuk egy törlési parancsot, vagy egy formázási parancsot, akkor neked gubancod lesz, egyértelmű. Tehát hogyan tudjuk megnézni, hogy mi hogyan és hova van felcsatolva? Természetesen a professzionális felhasználók rögtön az FS tabot kezdik el piszkálgatni, de én azt mondom, hogy hát az nem nekünk van, hanem beütjük, hogy LSBLK. LS, BLK, lesd meg a lemezeket, és kilistázza neked a lemezeket, a lemeznek a nevét, a pontos számát, és hova van felcsatolva. Ki van írva, hogy partíció, a mérete, hogy diszk, meg egyéb mindenfajta dolog. Nézzétek meg, nagyon egyszerű, hogyha én azt szeretném parancsorból, hogy leformázzam, nem szeretném természetesen jelen pillanatban ilyesmit csinálni, a zenék könyvtárba felcsatolt lemezemet, ami bizony egy 1,8 terrás lemez, akkor azt a parancsot kellene megadni, hogy a formázási parancs, plusz mit szeretnél formázni, az SDA1-et. SDA1. Itt nem olyan van, hogy per C2-es pont, per A2-es pont, per B2-es pont, értitek, mind a Windows-án, hanem hogyha valaki azt kérdezi tőled, hogy bizony mi, hova van csatolva, mi a neve esetleg az adott lemezednek, az egyértelműen meg tudod nézni. És természetesen, hogyha azt kérdezik, hogy hát a boot szektor, meg a indítással kapcsolatos bútolási cuccok hova vannak eldugaszolva, ebből le tudod olvasni, hogy az SDE, mint elemér, egyesen vannak, hiszen ide van írva, hogy a boot per FI az vélhetően a boottal kapcsolatos dolog. Mi a te, mármint az enyém, root partícióm, a per jel ide fel van csatolva. Látnivaló, hogy a diszkek hova vannak fölcsatolva, mi hogyan van összerendezve a gépembe. Ezt sokszor meg szokták kérdezni, illetve hogyha nem indul a gép és a bootolással kapcsolatos dolgokat, a boot szektorral kapcsolatos dolgokat szeretnéd te megjavítani, vagy arra lévő parancsot kapsz, vagy segítséget és egy parancsot, de nincs kitöltve az, hogy melyik lemez, akkor beteszel egy USB pendrive-ot, amin van egy telepítő média, egy élő rendszer, és ott nyitsz egy terminált, és akkor ezt lekérdezed, és rögtön le fogják neked venni ebből a leírásból a professzionális felhasználó, hogy az SDE elemér, egyes lemezt kell neked valamit avval írnod, oda kell írni, oda kell belépni, teljesen mindegy, de azt tudniuk kell. Azaz a partíciós rendszeredet, a csatolási rendszeredet ezzel tudod lekérdezni, előtte természetesen le tudod kérdezni azt, milyen Linuxod van, milyen disztribúció van, annak melyik alverziója van, és természetesen sokszor előforduló kérdés, hogy a kernel az hogyan működik. Az egyéb információkat nagyon-nagyon jónak tartanám, hogyha mindenki megcsinálná azt, hogy feltelepíti, mert automatikusan nem fog feltelepedni az Inksy nevű eszközödet, ami elindítva csak önmagába kér egy pár dolgot kér, nyilván ezek fontos dolgok, mennyi a összes memória, mennyi a CPU-nak a teljesítménye, milyen CPU van, milyenek a memóriának a sebessége, be van-e állítva a maximális 3600-as, nekem be van, milyen kernelt használsz, uptime-ot, hogy 25 percet fut, memória, egyéb, oké, ezt kérje, ez így nem nagyon izgi, valljuk be,
igazából az, hogy az Inksinek a verziószáma 3.3/04 az nem izgalmas, de nyilvánvalóan mi már vagyunk annyira profik, hogyha valaki mond egy programot, hogy az nagyon jó, akkor a program kötőjel H felkiáltású cuccos, beütjük, és akkor kiad egy jó hosszú helpet. Gyorsan visszalapozunk az elejére, már ott vannak a fontos dolgok, hogy mi mindent tudunk lekérdeztetni ezzel a programmal. Mindenféle olyan hardveres, szoftveres dolgot le tudsz kérdeztetni, amire úgy rászoktak kérdezni, és segítségül itt a leírásban részletes, vagy a rész egységek lekérdezésének a kapcsolóit is meg tudod nézni, azaz Inksy G betű, nagy G betű, az lekérdezi neked a grafikus rendszeredhez tartozó akármiket, megmondja, hogy milyen kártyán van, az mi a verziója, micsoda, a felbontásaim, micsodák, milyen driver van feltöltve, ha nem megy a grafikus rendszered, vagy nem úgy működik, ez lesz az első kérdésük, hogy milyen driver van fent, milyen verziója van annak, szépen kírja, mert nyilvánvalóan ez egy olyan téma, ami elő szokott fordulni napi szinten, hogy a rengeteg grafikus kártyák között előfordul, hogy az A verziójú akármi meghajtó az jó, de ahhoz a kártyához a kettővel régebbi még jobb. Tehát itt le tudod kérdezni, és nem úgy nézel ki a fejedből, mint a bálám szamara, hogy így fogalmazzak, hanem hogy hát honnan tudom azt meg. Hát az Inksyt felteszed a saját rendszered szerinti telepítése, és kírja. De hogyha neked nem csak egy részrendszer kell, hanem az egész, akkor kötőjel F parancsal ki fog írni neked ilyen szép hosszút, látható az audio rendszeremmel kapcsolatban, látható, ki van írva, amit az előbb lekérdeztünk, a lemezek, milyen névvel, milyen modell, milyen méret van, tehát nagyon-nagyon sok mindent le tudsz ezzel kérdezni, úgy, hogy el tudod mondani a XYZ válaszadónak, hogy az én audio rendszerem, és fogod az egészet, és bemásolod az audio rendszerre driverekkel, tehát a meghajtókkal kapcsolatos, a lemezekkel kapcsolatos, a partíciókkal kapcsolatos, a swapot, hát megkérdezik, mekkora swap fájlod van, hát illik tudni fejből, hogy mekkorát csinálod. Lényeg az számunkra, hogy ezt a parancsot feltelepíted, megnézed a helpjét, maniát, most utalok vissza a legelejére, a legvégén, tehát így bezárjuk, hogy megint ezt a szokásos mantrát ismételgetem, hogy a helpet, a mant, a tanulást, az elején megbeszéltük, kötőjel H, vagy kötőjel help, vagy man a parancsneve, kapsz egy csomó információt, és itt a végén is megmutattam, hogyha bizony az Inksy, az egy nagyon-nagyon-nagyon kellemes kis programoska, sok mindent kír, terminálba, hogy ilyen szép színes vagy nem ilyen szép színes, az teljesen mindegy, az alapinformációk megszerzésére jó részt ezek a parancsok elegendőek. Akkor még egyszer megköszönöm, hogy kitartottatok velem ebbe a sokaknak unalmas egy órába, de szerezzük meg az alaptudást, mert különben perifériára kerülünk, elmegy az egésztől a kedvünk, és sok esetben nem is kapunk választ, ha úgy kell kicsikarni valakiből, hogy milyen grafikus kártyája van, és milyen meghajtót töltött fel. Erre figyeljünk, hogy ha kérdezünk, akkor nekünk is prezentálni kell valami információt, hogy normális és jó válaszokat kapjunk. Köszi szépen, sziasztok!